Nézd már, leparkolt a Szezán. Nézd, a svájci. Ott a svájci lobogója. Szóval azért jöttünk el, mert képzeld el, hogy 1945. január 30-án a németek, a náci németek fölrobbantják a Margit hídnak a budai szakaszát. Most a Margit híd ugye egyébként a főváros második hídja, 1872 és 76 között építette. Plusz francia mérnök, ne idegesítsé már, várjál már, puszkáznom kell, megmondom, hogy ki volt a építetője. Az első szakasz az egy tragédia volt, mert azt a szakaszt, azt a részt, egyébként 906 méter hosszú, azt hiszem a Margit híd, vagy 679, nem tudom. Lényeg az, azt a szakaszt, azt már 1944 novemberében, november 7-én vagy 4-én fölrobbantják déli 12-kor. Állítólag a villamos... Tragédia volt, el tudod képzelni, hogy a villamossal együtt nagy forgalommal robbantják föl ugye a hidet, és csak később robbantják föl ezt a szakaszt. Egyébként ugye a Margit híd, ugye a Árpádházi Szent Margitról, most már a héten beszéltünk, róla nevezik el ugye a Margit hidat, összeköti a Margit körútot, és ugye a Szent István körútat. Nézd, anyukám volt megint egy futókaland. És egyébként megnéztem, ne idegesítsé, 607,6 méter, ugye ezek a lyukak, azok ugye, látod azokat a lyukakat, kérlek szeretettel, azok van, amelyik 73, 82, 87, de széles. Ja, és a francia mérnök, Ernst Gün francia mérnök tervezi, és ugye Franciaországból is hozzák ugye ezeket a vasszerkezeteket, és a Société de Construction de Batignol, aki elnyeri a hídépítését, egyébként egy részvénytársaság finanszírozza ezt az egészet, és akkor fogja magát, és akkor megépíti ugye ez a Société. Ja, hogy hol volt a deal benne? Hát kérlek szépen, hogy lovettász volt, tudod, fizetni kellett, nem ilyen széles volt. A villamos csak jó, később indul el a hídon, ugye nem ment át, széles járda, 3 méter széles járdája volt egyébként eredetleg a Margit hídnak. Mert és aztán ugye elkezdik majd később áttervezni, 1894-ben lökik föl oda a villamost, de most ami történt, már arra emlékezünk, hogy fölrobban, nézd már, hisz már be is világítszák. 2001-ben azt hiszem újítják föl újra a hidat, és amikor képzeld el, hogy ugye ez fölrobbant, és takába rakták a Margit hidat is, meg ugye a Lánchidat, akkor itt a Kossuth tér, a gyönyörű Budapestünk, és a Batthyány tér között megépítik a Kossuth hidat, ami aztán idéglenes, meg az nem is nagyon nézé lehetett ott köz, nem ponton így volt, de a Kossuth tér, de anyukám nem, nincs hagytam, ott van az a pupos Hammerli kezdje a kocsiba, nem vettem föl, meg nem tudom nyomkodni a cicska mobil. Lefagy a kezem, figyelj ide! Szóval meg, csak miattad jöttem ide ki, hogy ezt megmutassam. Na és a Kossuth hidat ugye megépítik, aztán azt hiszem a 60-as években azt már lebontják, de egyébként a Margit híd annyira meghatározója Budapestnek, ugye Pest-Budát és a Margit-szigetet is összeköti, hogy például Csók István többször megfestette, több képen, közé aranyos vagy, hallod, és több képen megfestette ugyanazt, mert mindig más időszakban van rajta villamos, nincs rajta villamos, így van, úgy van, annyit festett a Margit hídra Csók, hogy de megőrülsz, megadulsz edél, érted? Na jó, rongyolok vissza kocsiba, van idegbe, te, hát csicskára fagytam! De most már csak annyit, szóval amiről elkezdtem beszélni, hogy 1933. január 30-án ugye Hitler kancellár lesz, nagyon átúrják Hindenburgot, azt tudnod kell, mert ugye akkor van a nácik nagy fáklyás menete, és ugye az egész Németországból az összes nácit oda, úgy fúj a szél, hogy megbolond, így rázkodik a kocsi. És fölhívják Berlinbe, a Hindenburgnak megmutatják, és úgy tűnik, mint egész Németország így, Hitlert akarná. Úgyhogy az is egy nagy csalás, csalafintasággal került ugye hatalomra, elképesztő módon. Lényeg az, hogy ezzel kapcsolatosan egy nagyon jó filmet ajánló követőnek, rajongónak, az a címe A gonosz születése, várjál, Carline ugye a főszereplője, ő alakítsa a fiatal Hitlert, ugye csak ez, az egész arról szól, hogy jut hatalomra, és azt mutatja be maga a film, úgyhogy ezt most mindjárt ki is lököm, mert előbb elfelejtettem, tehát azt mondja,
La naissance du mal, azaz a gonosz születés, ez a film címe, de kilököm, és akkor meg tudod nézni, szerintem én ezt már ajánlottam neked, szerintem, nem vagyok benne biztos, hogy jól nézel ki. Anyukám, úgyhogy most rongyolok, millió az ügy, ne tartsál főfelé, hát ez nem igaz. Jó nézel ki, leadtuk a kocsit tisztítani, takarítani, és itt most a Blahalaüze térnél jövök, megyek, érted, itt poroszkálok. Ha megmondom őszintén, elképesztő, hogy hogy néz ki Budapest. Tudom, nézek? Kosz-kosz hátán, tiszta szemét. Szóval elképesztően el van itt minden hanyagolva, tényleg döbbenet. Nézek? A New York Palace. Képzeld el, hogy ide az én drága arany déd nagymamám járt. Óriási ízű kávéházi élet volt Budapesten. Itt láthatod is az a részt, a kávét. Szerintem Szanyival nem tudunk sehova se bemenni. Mert úgy kilöknek, bementünk masszázsra, tájmasszázsra, mondták Taka. Volt valami Krisztina masszázs, tehát nem tudod elképzelni, hogy olyan kis keknő volt, mondtam neki, te, neked nem emberekkel kéne foglalkozni. De várjál, nem most mindegy. Szóval kizárít, nézd meg, milyen gyönyörű a New York. Na mindjárt bemutatom neked ennek az egész történetét. Most Anyika, nem menj már. Figyelj, nem hiszed el. Mutatom neked. Hát, Csicskaszanyival nem lehet ide szöbejönni. Nézzek, egyébként a stílus egy ilyen historizáló stílusa van, azt mondják. 1894-ben építik meg ezt az egész épületet, ugye ezt a New York Palace-t. És képzeld el, hogy természetesen ezt is egy Life Insurance nevű amerikai biztosító társaság építi. És volt egy kanni, aki kapcsolatba kerül, várja, hogy végigjövök, mert így végig szételhatok, de utána semmi más. Le nem ülhet el, etel, nézek? De azért itt lemegyünk. És képzeld el, hogy na most volt egy kanni, aki Párizsba tanult. Jó? Ez ennyit tudjál. A kanit az kérlek szépen Arányi Mikszának hívták, aki kint volt Párizsban. Ez ilyen 1892 körül lehetett Párizsban a Mikszá, és összehaverkodott ezzel a biztosítós palival, tudod? Halál megalakultak, dumikáltak minden, aki mondta neki, te figyelj már ide, Mikszá, nem akarsz csinálni egy biztosítótársaságot az Ungari Sevircsavba? És akkor azt mondta neki, hogy persze, tök szívesen, hát miért ne csinálnánk, hát kell, mint az oxigén egy jó életbiztosítás Budapestre, megcsinálták halál előkelően a biztosítótársaságot, és utána kitalálták, hogy kéne valami jó pupos palotát építeni. Na, akkor fogták magukat, érted? És elkezdték megépíteni ezt az egész épületet, ami aztán ugye azért is lett egy ilyen historizáló épület, mert hogy óriási kulturális élet volt. Tehát ebbe a kávéházba úgy képzeld el, ja, mert ő akart egy kávé. Persze, hát a Mikszának az volt a mániája, mert mindig járt a kis Mikszá, az Arányi Miska, a Mikszá, az azt mondta, hogy olyan jó lenne ilyen, ugyanilyen kávéházi életet csinálni, mint ami Párizsban van, és erre fogta magát, és akkor rávette a biztosítót, hello, a biztosító társaságot, szia, hogy akkor építsenek ide egy ilyen bérpalotát, mert ez eredetileg bérlakások lettek volna, vagy voltak, plusz, noktácú, ugye nem csak, hogy kiadják bérlakásoknak ezt az egészet, hanem a biztosítótársaság központja, tudod, a Gresham Palace is, az meg angol biztosító építette, ez meg amerikai. Na és akkor, amit még akartam mondani, óriási társasági élet volt, szerkesztőségek jártak ide, művészek például. Ez az a kávéház, ahol a ez a történetünk nekünk otthon, anyukám, hogy a drága dédnagymamám, aki halálhíjú volt, nagyon szexi, 180 magas kis nő volt, jött ide be, és akkor úgy volt, hogy ilyen sarkok voltak. Tehát mondjuk ebben a sarokban voltak a festőművészek, abban a sarokban az irodalmárok, ott az újságírók, itt a nem tudom, tehát így üldögétek itt az emberek. Jött be a dédnagymamám, Juliska, és átborult az asztalokon, felrúgdosta a székeket, és a Karinti megmondta neki, Juliska, vegye már fel azt a szemüveget, mert most a tényleg ízételi berúg engem itt. Akkor nem mondta, de hogy veszem föl. Na és hatalmas nagy társasági élet volt ebbe az épületben. Ami itt egyébként a háború után kitalálják, hogy át akarnak alakítani, hogy hotel legyen, hát aztán ez nem valósul meg, ha jól tudom, és csak jóval később ugye a boszkoló szálló költözik ide, és akkor elkészül, ugye ez egy belső udvarul, és elkészül, neked tudnod kell, hogy ez bérlakások és a biztosító társaság központjának épült, ugye ez az épület.
És nagyon lényeges része, hogy mindenképp akartak egy kávéházat, hogy azt a francia kávéházi stílust, ami Párizsban tapasztaltak, kis mixa, azt itt is megvalósítsák, és akkor egy ilyen kulturális központja lett a fővárosnak, a New York kávéház. És Juliska itt lögdözte föl Karinti Frigyest, érten, aki megmondta, vegye föl drága Juliskám azt a szemüveget, mert tényleg csetlik, botlik anélkül. Na hát ennyit kell tudnod a New York Palace-ról, meg az, hogy a Sanyika a kávéházba nem jöhet be, de mondjuk mindenhonnan úgy kiasztak, mint macskát arni, el tudod képzelni. Látod? Most megyek itt egy kört, nézd nekem, pupos. Hát sajnos a cilát nem lehet csak úgy kilökni, mert az bemászik az ablakon. Nézd meg, gyönyörű ez a csillár, ezt hívják muránói üvegnek. Tudod, az Velence mellett Murano, ahol ezeket így fújkodják fölfelé. Nézd, ilyen kis lépcsőháza van. Hát az öreg elfáradt, tehát miért nem hívjátok a szaszplantot virágért, gyerekek? Nézd, milyen szép a lépcsőház. És itt van egy ilyen nagy bejárat. Szóval így néz ki, tehát New York kávéház, társasági élet, francia stílus, egyébként onnan is hoztak egyébként, de az építész, akiről neked még tudnod kell, itt van Haussmann Alajos, és egyébként volt egy Haussmann Párizsban is, ugye azért van a bulvár Haussmann, és nézd, Pagosi Puser József építette végül is föl ezt az épületet. Na, kívülről az egész palotát, egyébként az is nagyon érdekes, arról is tudjál, hogy a Ganz művek például nagyon sokat dolgozott a gépészeti részen. A külső dekoráció ugye a zsolnai porcelán, vagyis ugye az épület, mi az kerámia. Várjál már, csak puf, oda nézd, hogy kicsapta. Piff anyukám, olyan vihar van, hogy nem igaz. Zanyika, miattad vagyunk kiaszva az utcára. Hát nem igaz. Szóval a zsolnai például a külső dekoráció és a külső díszítés ugyanúgy, mint a Párizs udvarnál, itt is a zsolnai vesz természetesen. És te az a zsolnai, te az a Vili bácsi, az annyira tudott. Nem volt rossz. Annak idején ez egy nagyon pupos környék volt, és akkor ugye idáig ért a gettó. Ugye ezt még tudnod kell. Mi meg rongyolunk vissza autóhoz, mert minket most már tényleg őrülsz, megvadulsz, lökik ki a cillát. Sanyi, miattad van az egész? Anyád úristen, itt kóvájgok, mint új a hír a levegő.